Szeretettel köszöntök mindenkit Gyótán, örülünk, hogy elfogadták a meghívásunkat. Szeretném elmondani először is, hogy a Kultúrház nagy termében bent a Bebéd Zsuzsának egy fotókiállítása van, tehát hogy azt azért tekintsék meg. Köszöntöm Vigond Erikát, a Marcali Városi Kultúrház igazgatóját, akit megígérte nekünk, hogy legközelebb, ha jönnek, hát ha nem is legközelebb, de jövőre sokkal szebb körülmények fogadnak bennünket, hogy szépülni fog a Kultúrház. Vizes mód mindenki. Hát, akkor jó versenyzés mindenkinek, lesz majd május fakitáncolás, Fazekas József fog zenélni nekünk. Kívánom, hogy érezzék jól magukat. A kukorica szár, vagy virágos madár dalos a határ. Szép a lampom, kicsi tudicám, hogy olatos jegykendővel vágyik rám. Hogy olatos jegykendővel, kicsi szívem szerelmével légy az enyém kis babám. Várul már a kukorica szár, ugye babám miért már ez a szóval. Már megszokhattuk, ha nyár, akkor tek egy ótán. Ma van a szezon nyitó tekeverseny Gyótán, és nagyon örülünk, hogy ilyen sokan eljöttek, reméljük, hogy még csatlakoznak hozzánk. A májusmát fogjuk kitáncolni, a Fazekas József fog zenélni, Boronkáról ott már csinálják a pikniket, hoztak már készen főzött pörköltet a Csatári Csabáék, meg itt mögöttünk folyik a verseny. Egyéni meg csapatok, akkor egy kiállítás megnyitó is van a Kultúrházban, Bebéd Zsuzsának a fotói, természetfotói láthatóak, kapott a Kultúrház egy szép táblát, amit köszönünk Vigmond Erikának, és megígérte, hogy a Kultúrház szépülni fog. A következő rendezvényünk augusztus 5-én lesz, a falunap. Akkor ismét szeretettel várjuk Gyótára mindenkit. Idén a csömendi férfiak bizonyultak a legügyesebbnek. A boronkai csapat a képzeletbeli dobogó második fokát foglalta el. A sport mellett májusfakitáncolás és fotókiállítás is szerepelt a programban. Az a baj, hogy idősödik Gyóta lakossága, de akiket én örülök, itt vannak, tehát bízunk benne, hogy majd talán legközelebb a falunapra, akkor már a hölgyek is eljönnek, most inkább a gyótai férfiak vannak itt. A következő gyótai rendezvény augusztus 5-én a falunapi vigasság lesz.